Kedves Attila, többféleképpen lehet hivatás szerepetbe definiálni, eredetileg közgazdász, coach, tréner, később mentálhigiénész szakember, és egy helyzetben valottál úgy magadról, hogy a kiteljesedés megszállottja vagy, és először a saját életproblémádra kerested a megoldást, majd később elköteleződtél amellett, hogy másokat hozzásegíts az örömük, boldogságok megtalálására. Mik a legfontosabb állomásai ennek az útnak? Köszönöm a meghívást, Zsolt. A legfontosabb állomás az valahol 2014, mert én előtte, ha nem is a közgazdász diplomával, de értékesítőként működtem. Értékesítőként, értékesítési vezetőként nagyvállalatokban. És ebben én töredelmesen bevallva magamnak is tökéletesen kiégtem. És elérkezett egy időszak, amikor már ez nem ment jól, már nem szerettem, aztán ezt az időszakot kiteljesítette egy pánikroham, és hát, hogy most ez kihívja betegségnek, ki minek hívja, három pánik volt egymás után, és utána még egy év, amíg az ember retteg attól, hogy a pánik újra jön. És én erre kerestem a megoldást. És mentem mindenhova. Tehát mentem az inga lengetőtől, a kineziológuson át, a coachig, az önjelölt coachig, a diplomásig, a biznisz, a pszichológushoz, a pszichiáterhez, mindenkihez mentem. És nem tudom azt mondani, hogy mindenki nem tett hozzá valamit. Tehát mindenki hozzátett ehhez az úthoz valamit, de nekem a kiteljesedés az egy Tony Robbins rendezvényen jött meg, ami nagyon nem ez a vonal látszólag. Ami zenés, táncos, ugra-bugra, de amit őről kell tudni, hogy alapvetően az NLP eszköztárával dolgozik, és egy 4 napos programon végig hipnotizálja a tömeget. Programozás. Így van, neurolingvisztikus programozás. Végig hipnotizálja a tömeget. És nekem itt elindult egy érdeklődésem, ami a szkeptikusság mentén haladt, mert egyrészt nagyon meggyőzött a program, másrészt alapvetően nem szeretem, amikor a tömeg fel van gerjesztve, mert van benne egy olyan hatás, ami nem biztos, hogy nem csak addig szól, amíg ott a tömeg. Mi lesz az emberrel utána, amikor egyedül marad? És ugyanakkor ez engem annyira megfogott, hogy több körben visszamentem önkénteskedni, megkerestem ennek a módját, hogy ezt hogyan lehet. És amikor sokadjára hallottam, hogy ő mint coach van jelen, eldöntöttem, hogy elkezdek coachingot tanulni. És beiratkoztam több helyre, én Magyarországon Horváth Tündét nagyon szívesen kiemelem, a coach szakma csak Tücsinek hívja, ő gestalt vonalon működik, tőle rengeteget tanultam, viszont szerettem volna valami hivatalos papírt is erről, az pedig a Semmelweis Egyetemnek a mentálhigiénés képzése lett, ahol úgy kapcsoltam össze a saját történetemmel a képzést, hogy én Tony Robbinsból és az ő munkásságából írtam a diploma dolgozatomat. Amit pedig tudni kell őróla, hogy ő együtt dolgozik egy Chloe Madanes nevű pszichoterapeutával, aki még eredetileg Milton Erickson-nak a tanítványa volt, és az ő Facebook oldalán, Chloe ma 82 esztendős, az ő Facebook oldalán olyan csoportkép van a Milton Erickson-i képzésről, hogy Chloe csak odaírja, hogy hát itt balra tőlem Virginia Satir, ugye a családterápia anyja, és tulajdonképpen Chloe Madanes munkássága az, amivel Tony Robbins hitelesíti magát. Én viszont egyre inkább kezdtem azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet úgy hatékonyan segíteni, hogy ne legyen hype szaga, ne legyen óriás rendezvény szaga. Bár muszáj hozzátennem azt is, hogy bele vagyok szerelmesedve a zenés táncos rendezvényekbe, de a saját életem vonatkoztatásában is muszáj ezt felelősséggel tenni. Tehát én a saját édesapám halála, ő öngyilkos lett, amikor én 18 voltam,
ezen a vonalon pontosan tudom, hogy mit jelent az, amikor egy szakember álcázza magát. Tehát akár ő nem maga biztos, de hatalmas képesítései vannak, akár semmilyen képesítése nincsen, de valamit akar. És ezzel a károk, amik születnek, azok azt gondolom, hogy ma társadalmi károk, mert mindenki meg akarja menteni a másikat. De igazából megmenteni azt lehet, aki saját magát is meg akarja menteni, és amiért én Chloe Madanes mellett tettem le a voksomat, rengeteg videóját néztem, elvégeztem az ő közös képzésüket, az, hogy az Ericssoni vonal mentén ő a nagyon rövid megoldásokra törekszik. Tehát akár arra, hogy egy beszélgetésből, vagy egy-két beszélgetésből, vagy néhány beszélgetésből eléri a kliensnél azt a változást, hogy ő, a kliens rájöjjön arra, hogy igazából ő az, aki tévúton ment. Lehet, hogy más valaki tette a tévútra, de aki ment rajta, az ő maga volt. És hogyha megérti, és megérti azt, hogy mi az ő valódi útja, akkor ezen az úton elindulni azonnal lehet. Tehát ehhez nem kell sokat várni. Én számos olyan beszélgetésen részt vettem ilyen csoportokban, ahol élőben volt ott Chloe, és óriási megtiszteltetés, hogy most részese lehetek egy személyes mentor programjának is, ami a jövő héten fog indulni, tehát elképesztő izgatott vagyok. De láttam azt, hogy ez az irányzat mire képes, láttam azt, hogy emberek elmondják 20 percben a legnagyobb problémájukat az életükben, majd ez a hölgy, ez az idős hölgy, mond egy 3, 4 vagy 5 szavas mondatot, ami kijelentő mondat, vagy kérdő mondat, és ezt egy hatalmas csönd követi. És ezután, a csönd után a kérdező vagy a kliens arca megváltozik, a hangja megváltozik, átalakul, és látszik szabad szemmel, hogy az útjára került. Úgyhogy én ezt az irányzatot emelem ki a tömegből, és én ebben képzem magam, elfogadva azt, hogy minden működik, elfogadva azt, hogy a hagyományos pszichológiában is van, akinek hosszú folyamatokra van igénye, és kapcsolódásra van igénye, de meggyőződésem, hogy ha az élet működését akadályozó probléma van jelen, akkor ezt minél gyorsabban oldjuk meg. És utána lehet hosszú folyamatokba menni, de ne akadályozzuk már az embert abban, hogy minimum cselekvő és gondolkodó képes legyen, csak azért, mert egyszer elakadt az életben. Ugye említetted, szerintem egyik alapillért a segítségadásban, ugye, hogy nem lehet valakit megmenteni akarata ellenére, hanem aki nyitott vagy meg akarja menteni magát, de mégis hogy foglalnád össze, úgyhogy mentálhigiénész szakember is vagy, coach, tréner, és ezzel a múltan, amit elmondtál, hogy mi a segítség adás filozófiája, szemlélete számodra, ami így ezen tapasztalatok alapján most összegződött benned? Én a Rogers-i vonalat tudom megjegyezni, vagy megemlíteni itt, hogy minden emberben benne van az a képesség, hogy saját erejéből felemelje magát. Aminek egy nagyon erős érdekessége, ez úgy megakadt rajta annak idején a figyelmem, hogy a személyközpontú irányzat vagy irányzatok, azok egy időben úgy az 50-es, 60-as években indultak el, egy időben a pszichoaktív szereknek a szárnyalásával. És amikor ott áll a pszichológus, hogy én most analizáljak freudi vonalon, keressem a problémát, menjünk a múltba, keressük a traumát, és innen most én kezdjek el humanisztikusan azon gondolkozni, hogy ahogy Rogers mondja, megengedem a másik embernek, hogy felemelje saját magát, én kereteket adok neki, én tükröt tartok elé, én tartom neki a teret addig, amíg ez megtörténik, adom neki azt a biztonságos közeget, ami egy csodálatos dolog, azt gondolom, és ezt én élem minden napokban, mert rengeteg klienssel, meg rengeteg tréningen ugyanezek megjelennek, ugyanilyen életproblémák. És akkor ott volt a pszichológus másik oldala az 50-es években, hogy vagy képezzem ki magam pszichiáterre, és felírok egy tablettát. Mind a két
megoldás eléri azt, hogy mosolyogjon az ember, csak az egyik hosszú távon, a másik meg amíg a tabletta hat, illetve én ezzel nem akarok elítélni semmilyen irányzatot, de nagyon fontosnak tartom, hogy akár merre is tart az ember, a cél az az, hogy ébredjen rá arra, hogy ő hogyan tud másként cselekedni, és ehhez azt gondolom, hogy a megoldás az mindig valahol a humanisztikus vonalon van, illetve a nagyon rapid, nagyon gyors vonalon, mint például az Ericssoni módszertan. Ez megint kapcsolódik a mentálhoz, és nem annyira a, nyilván érzed, hogy nem annyira a definíciók a fontosak, és te sem annak az embere vagy, de neked mit jelent a lelki egészség, illetve a lelki egészségnek a fenntartása, megtartása, mert hogy én magam részről ugye azt látom a közösségekben, akár a magyar társadalomban is, hogy ez nincs meg a megfelelő önismereti intelligencia, a tájékozottság, a lelki egészségnek a fontossága, ennek a prioritása. Mit jelent ez neked, és hogyan igyekszel ezt segíteni? Ebben például nagyon szeretem a freudi gondolatot, hogy aki dolgozni is szeretni tud. De hogy ennek van egy sokkal mélyebb értelme. Tehát aki úgy tud szeretni, hogy nincsen vele fennakadása. Tehát képes szeretni önmagát, képes ezt a szeretetet megosztani, képes ezt a szeretetet akkor is megosztani, hogyha a helyzet kellemetlen. Harcban, amikor ellenfelek képesek szeretni egymást, de muszáj, valami küldetés köti őket. Tehát én ezt értem szeretet alatt. Dolgozás alatt meg azt értem, hogy értéket teremteni úgy, hogy az ember tudja, hogy ő értéket teremt. Tehát amikor nem a havi bérért, vagy ahogy ma szokták mondani, hogy azért dolgozom itt, hogy pittyenjen a telefon. Rég rossz. Miért adja oda az ember 8-9-10 óráját az életéből, azért, hogy a végén pittyenjen a telefon? Ha én tisztában vagyok azzal, hogy az általam teremtett munka az kit szolgál, tehát sokszor annak a sornak a végén, ki az, aki ennek a hasznát szedi, és hogy neki hogyan változik meg az élete, akkor én megjelenek, mint hozzájáruló. És hogyha én így végzem a munkámat, akkor azt gondolom, hogy lelkileg egészséges ember lehetek ezzel a kettővel dolgozni és szeretni. És még egy gondolat ehhez, hogy nekem meggyőződésem, hogy a jelenlegi társadalmi helyzet világszinten az a 2000-es évek forgatókönyv, illetve filmíró sztrájkjával kezdődött Hollywoodban, amikor is ugye jött a központi gondolat egy angol producertől, hogy nem kellenek ide jó sztorik, kell nekünk néhány ember, néhány tucat ember, kell egy lakatlan sziget, és megnézzük azt, ahogy egymást tönkre teszik. És a Survivornek a kultúrája, a valóságsóknak a kultúrája, ami ma minden csatornán folyamatosan folyik, sőt, most már a social media odaadja az ember kezébe, ez az alapvető emberi értékeket ledarálta. És amikor a másiknak a megszégyenítése az nekem szórakozást jelent, és én elfogadom, akkor én azt elfelejtem, hogy ezt a dolgot én olyan formán viszem magammal a hétköznapi életbe, hogyha ilyet tapasztalok, akkor fel se figyelek rá. Mert az extrém szélsőséget kell látnom ahhoz, hogy az inger küszöbömet elérje. Tehát nagyon-nagyon sok munka van visszafele, és mivel ezt az emberek nem tudják, nem értik, szórakoznak. Én magam is képes vagyok nevetni, amikor látok egy szerencsétlenkedőt a helyzetében, mert a helyzet adja, az ego meg rákap, reagál. De hogy ezen a vonalon milyen sérüléseket okoz magának az ember, vagy milyen hátrányt okoz magának az ember akkor, amikor sérüléssel szembesül, és ott észreveszi, hogy eszköztelen, na akkor ki fog segíteni? Mert nem lesz olyan valóságsó, aki meg fogja oldani a problémát. Majd esetleg csinálunk egyet. Igen, és ennek sajnos van egy aktualitása most éppen Magyarországon, egy bizonyos kereskedelmi adónál, amire utaltál. Most, ha kicsit a jelent meg a közeljövőt tekintjük, még mindig ez a lelki egészség, társadalmak önismereti állapot a kérdés. Én úgy tartom, hogy nyilván minden az enyémből indul ki, de hogy látod, hogy ez a bizonyos önismereti kultúra, tudatosság, önreflexió hogyan növelhető a társadalmakban, vagy minek köszönhető, mert nyilván vannak folyamatok, hogy behozzák a kényszerek,
meg behozza valami más. Tehát most hol tartunk ebben, mert azért gondolom abban egyetértünk, hogy általában a társadalmakban, a mai materialista társadalmakban az önismereti szint az nem feltétlenül magas. Most az átlagról beszélek. Én, hát amikor elindultam ezen az úton, elindultam korábban, de 2014, ahogy mondtam, mérföldkő volt, akkor minden program, minden rendezvény a siker, meg az anyagi függetlenség köré volt szőve. És akkor jöttek emberek a lelki kérdésükkel, azzal, hogy nem találom az életem célját, azzal, hogy szorongok, és beült egy képzésre, ami arról szólt, hogy hogyan legyél sikeres. Tehát, hogy hogyan keres, meg hogyan keresél sok pénzt. És akkor ez a siker buzzword, ez valahol ott a Covid környékén, tehát úgy 2019-2020 környékén egyszer csak átalakult tudatossággá. És akkor most egy ideje minden tudatosság. Tudatosságképzés, tudatosság rádióadó, tudatosság konferencia, most minden tudatosság. De hogy ez a tudatosság, ez valójában hol van, talán ez maga az, hogy önismeret, tehát én tudatosságnak elégségesnek tartom azt, hogy legyek már tisztában azzal, hogy amit éppen teszek, az jó vagy rossz. Tehát ha már tudom azt, hogy rosszat teszek, akkor már van hova visszakeresnem. Szóval én azt gondolom, hogy bár a Covid rengeteg kárt okozott, de azt mindenképpen a javára lehet írni, hogy amikor az embereknek beszűkült a szabadság köre, vagy a szabadság foka, és levették a polcokról azokat a könyveket, amiket sok évvel ezelőtt úgy tettek föl, hogy csak megvette, mert tetszett, vagy megvette, mert ajánlották. Vagy rájöttek arra, hogy kollégák együtt dolgoznak, és egyszer csak távmunka, ott vannak bezárva, és basszus, meg kéne kérdeznem őt, hogy hogy van. Tehát most már itt vagyunk hónapok óta, és elkezdtek beszélgetni egymással. Családokon belül feljöttek a felszínre a meg nem beszélt kérdések, csak azért, mert össze voltak az emberek zárva. És mindaz, ami feljön a felszínre, az azzal, hogy megmutatja magát, egyúttal lehetőséget is teremt arra, hogy megoldás szülessen. Mert én azt gondolom, hogy ennek az életnek nevezett folyamatnak a végén valójában egyetlen egy dolog számít, hogy mi az a pillanatnyi érzés vagy érzelem, ami akkor van bennünk, mielőtt átmegyünk a túloldalra, vagy meghalunk, vagy bárhová. Ugye ki tudja hová. De hogyha ezt az egészet az ember úgy képes elengedni, hogy amit én itt tettem, abban én elértem valami olyat, hogy váltam valakivé, ugye megint Rogerset tudom idézni, elértem valamit, hogy egy olyan nyomot tudtam hagyni magam után, amiből tovább biztos lehetek, hogy jó születik. Elértem azt, hogy csak egy ember arcára mosolyt csaltam, úgy, hogy nem kellett másoknak emiatt sírnia, akkor ez oké. Akkor ez oké. És én azt gondolom, hogy ehhez például a Covid az nagyon sokat hozzátett, és én nagyon bízom abban, két dologban bízom. Az egyik, hogy előbb-utóbb vége lesz a háborúnak, a Covidnak, és elindul egy olyan világ, ahol tényleg azt a szót lehet használni, hogy emelkedünk, hogy egymásért cselekszünk. A másik meg az, hogy ez megmarad a tömegeknek. Tehát, hogy amit mi itt művelünk, meg a minket néző kedves nézők, meg a videókat megosztó kedves nézők művelnek, az válik közkultúrává. Tehát mi lesz akkor, hogyha a valóságshowban olyan lesz, mint a macskafogó végén, amikor a plékutyának a fenekén kicsúszdáznak a cicák, és az addig vérszomjas macskák elkezdenek virágot szedni, és építsünk már együtt valami szebb világot. De ehhez kőkemény munka van. Hát ez gyönyörű lenne a végszónak is, és egy szakasznak a lehet végszava is, de egy nagyszerű átkötést alapját adtad a Covid-dal, a járványidőszakkal, mert ugye a járványidőszakban találtad ki, és elindult a meghallgatunk.online szolgáltatás, ami most nemrégen meg is újult. Igen. Kérlek, beszélj erről, hiszen ez egy nagy lehetőség, nagy segítséget nyújt embereknek, hogy ez pontosan mit jelent, és miben segíthet.
Hát ugye említettem, hogy zenés táncos, tehát én imádom a legjobb önmagadot, és nagyon várom, hogy sok ezer ember ugráljon, miközben áttörés, deszkát törünk, nyilvesszőt törünk, meg tüzön járunk. És hát én pont 2020-ban léptem ki az utolsó főállásomból, hogy na, akkor majd én elkezdek ezzel foglalkozni. De hát jött a Covid, jöttek a lezárások, és valamit kellett tenni. És észrevettem, hogy a segítő szakmabeliek, ugye kócsok, mentálhigiénések, pszichológusok, meg igazából minden jólelkű és magát stabilnak megítélő ember feltette a social media felületekre, hogy ha félsz, ha aggódsz, akkor keresd meg engem. És én ezen gondolkoztam, hogy hát ott volt weboldal, webfejlesztő, CRM a háttérben, ilyen vállalatirányítási rendszer, e-mailező rendszer, hogy lehetne ezzel segíteni. És kitettem egy felhívást egy Facebook csoportban, hogy ahol ilyen segítők vannak, hogy ki az, aki szeretne önként hozzájárulni. És 40-50 ember jelentkezett másnapra. Most ilyen 150 fő felett van a regisztráltak száma, és így született meg a meghallgatunk.online. És nekünk az a célunk, hogy minél több emberhez elvigyük a lelki segítségkérésnek az értelmét, mert az, hogy segítségnyújtás van, ez tény. De hogy érezzék meg az emberek, hogy az, hogyha valaki szakszemmel tud neki keretet adni, vagy akár csak néhány kérdést feltenni, és abból ő úgy profitál, hogy megváltozik az élete, vagy egy új irányt vesz az élete. Itt nem kell nagyra gondolni, ha a golflabdát egy milliméterrel odébb üti meg az ember, akkor az 100 méterrel távolabb hatalmas távolságot jelent. Tehát ha csak ennyit igazítani a jó irányba, akkor már megéri. És ha meghallgatunk online-nál, ez egy ingyenes szolgáltatás. Tehát a meghallgatunk online segítői, ők pro bono adják ezt a 45 perc, 60 perc beszélgetést minden szerdán este. Úgy indítunk, van egy Facebook csoportunk, ahol 19 órától valamelyik segítőnk tart előadást, és az előadások után előzetes regisztráció mellett ezek a beszélgetések Zoom szobákban négy szem közt, tehát a segítségkérő vagy regisztráló és a segítő ott tudnak folytatódni. És hát egyrészt csodálatosak a visszajelzések. Többször előfordult az, hogy a kliens annyira örült, hogy több segítővel is akart beszélni, hogy megköszönje. És ami ennél szebb, hogy ez fenntarthatóvá is vált véletlenül, mert néhány nagyvállalat erre felfigyelt, és ők ajánlották fel, hogy nem csak, hogy igénybe vennék a szolgáltatást emelt szinten, tehát nagyon rövid válaszidővel, napon belül, néhány órával ott van az összes dolgozójuknak a segítő szakember arról a területről, ami nekik fontos, de hogy el is kezdték megfizetni. És azt mondták, hogy nekik ez hozzájárulás, mert az, hogy én a saját kollégámat lelkileg jó helyen tudom, és ezzel hozzájárulok egy olyan közösséghez, ahol ugyanezt ingyen csinálják azoknak, akik vagy nem tudják megengedni, vagy nem dolgoznak ilyen cégben, ez valami csoda. Úgyhogy most már azért lassan 3 éven működünk, és folyamatosan fejlődünk, és szeretném is folyamatosan fejleszteni. Az, hogy milyen irányzat van mögötte, egyelőre mondom azt, hogy a humanisztikus irányzat van mögötte, humanisztikus alapon mindenkit befogadtunk, aki bármilyen segítői képesítéssel rendelkezik, de most elindítottunk egy olyan folyamatot, hogy szeretnénk specifikálni és szeretnénk igényre szabni azt, hogy ki milyen segítséget kérhet és kapjon. És aki ilyen segítségre tényleg nyitott kér, itt is a képernyőre ki fogjuk írni a meghallgatunk.online felületét, tehát utána lehet nézni. És végezetül így a terveid, illetve mit tartasz időszerűnek a te munkásságodban, vagy akár a meghallgatunk.online keretében tovább lépésnek, illetve hát ennek egy részét már említetted is. Én nagyon törekszem arra, túlzás lenne azt mondani, hogy nagyon dolgozom azon, de valamennyire dolgozom azon, hogy a minél rövidebb idő alatt segítő, hasznos, hatékony módszertanokat minél szélesebb segítői kör számára lehetővé tegyem.
mert én nem szeretnék hosszú folyamatok vagy pszichoterápiás vonalon működni. Én szeretném azt a koncentrált pozíciót venni, hogy akinek hirtelen instant segítségre van szüksége, hogy a gödörből ki tudja magát rántani a saját hajánál fogva, ugye én nem, vagy sokat rángattam, ő ezt meg tudja tenni. És hogy a segítők, ha meghallgatunk online-ban, erre egytől egyig képesek legyenek, és nagyon hatékony legyen ez a segítségnyújtás. Most is hatékony, de hogyha igazán fejlődni szeretnék, akkor ez az irány, illetve szeretnék minél több céghez eljutni, mert minél több céghez eljutunk, annál többet tudunk segíteni pro bono. Annál több segítőt tudunk segíteni egyrészt azzal, hogy ő is meg tudjon élni ebből a szakmából, mert azért itt bőven van fejlődési terület. Másrészt hozzásegíteni ahhoz, hogy gyakoroljanak, és hogy amit szeretnének ők pro bono adni szolgáltatást, azt meg tudják tenni. És természetesen, ahogy mondtad, ezzel nem negligálva a pszichoterápiát, vagy a pszichoterápia szükségességét, hiszen ez egy más út adott esetben, amikor valakinek arra szüksége van, például egy krízis után, vagy krízis követően. Én azt gondolom, hogy azon a ponton el vagyunk késve, hogy egy valóságshow kultúrában minden embernek pszichoterápiát adjunk. Ugye, hogyha most én a freudi gúnyt előhozom, akkor mentálisan az egészséges, aki még nem járt pszichiáternél. Most vélhetően ez nem igaz, de azt gondolom, és az a tapasztalat, hogy egyre több ember kér segítséget, vagy egyre több ember érzi az elakadását. És ehhez sokszor elég az első mozdulat. És ezt az első mozdulatot szeretném én adni, és utána ki menjen pszichoterápiára, és amiben ő hisz, és tárja fel önmagát, és önismereti út, és valósítsa meg önmagát, mert ez a keret, de én ezt a szűk részt szeretném. Tehát én cselekvő képes és szeretni képes embereket szeretnék tömegesen látni, pontosan azért, mert a világnak is az a jó, meg a tömegeknek is az a jó, meg az egyénnek is az a jó. Köszönöm. Én köszönöm, hogy itt lehettem, Zsolt.